Jó estét kívánok! 2017-ben is folytatódik a Szeged Televízió sikeres műsora a Szemközt, amelyet a Dél-Magyarországgal közösen készítünk. Az év első Szemköztjében vendégünk Katona Péter szociológus, aki már volt itt egy Köszöntünk pár Köszöntünk szépen mindenkit! Köszönjük, hogy jött, és Kovács Andrással, a Dél-Magyarország munkatársával fogjuk őt kérdezgetni. Jó estét kívánok a nézőknek! Azt találtuk ki, hogy a műsor első részében tavalyi eseményeket idézünk fel röviden, és arra kérjük, hogy röviden, maximum 3 mondatba reagáljon rá. Benne van? Jó, hát hogyha ez van, akkor rendben van. Kezdhetünk? Na szóval országos nagy tanártüntetések voltak, és az oktatási rendszer változtatás ellen tiltakoztak a pedagógusok. Úgy tűnt, hogy ez is kiveri majd a biztosítékot, de végül aztán nem mozdította még igazán a társadalmat. Nagyon cinikus vagyok. William Shakespeare sok hűhó semmiért, de azért hát, ha lesz belőle valami. Milliárdokért építettünk kerítést, határvadászokat képzünk, akik nem a határt fogják vadászni, hanem embereket fognak vadászni. Hát az a baj, hogy szociológusként kimaradtam a kerítésépítésért felelős cégnek az elnökségéből, és emiatt én nagyon szomorú vagyok. Hatékony a kerítés? Igen. Na most, ha ennek ellenére hatalmas kampány volt, ugye a kvóta népszavazással kapcsolatban, de a népszavazás mégis érvénytelen lett. Hát, dehogy lett érvénytelen, hát 3.300.000 ember arra szavazott, hogy ne legyenek betelepítések, az, hogy jogilag nem volt érvényes, hát Istenem. Miért nem lett érvényes jogilag? Hát azért, mert nem volt meg az a küszöb, aminél érvényes lett volna, amit egyébként a Fidesz vitt le. Tehát, hogyha a korábbi hát, MSZNP-s időszakban lévő küszöb MSZP-s lett volna, bocsi, elnézést, akkor érvényes lett volna, de hát fölvitték a küszöböt. Az egyházmegye luxus értelmet nyit a dóm kiállító központjában a hívek, mondjuk azt, hogy lenyelik. Hát nem hiszem, hogy az ételt fogják lenyelni, mert arra nincs elég pénzük. Nem tudom, hogy ez hogy egyeztethető össze a jézusi elvekkel, valószínűleg újra kell olvasnom a Szentírást. Volt egy csomó nagy szabású botrány, Rogán helikopterezése, a Magyar Nemzeti Bank alapítványai, vagy mondjuk azt, hogy Orbán Viktor szomszédja egy körözött terrorista. Ennek rendben a Fidesz népszerűsége töretlen. Az inger küszöb az rendkívül magasan van, és ez azért szerintem valahol az ellenzékről is szól. Hogy tudta fölvinni a Fidesz az inger küszöböt? A népszavazási küszöböt az könnyebben, csak egy törvényt kell módosítani. Szépen fokozatosan, hogyha most itt 4 mondatot mondhatok, ez a magyar társadalom ez úgy működik, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig tűr, és aztán egyszer robban. Tehát ha a társadalmi változásokat is megnézzük, akkor a magyarisztáni emberek hátán nem hogy fát, hanem trópusi esőerdőket lehet vágni, és akkor egyszer csak bezakkan, és akkor valami borzalmas dolog történik. Most az ön kollégáit mindig megkérdezik, hogy ez a botrány az ártani fogja a Fidesznek? Nem, ez nem fog már, ez nem jut el, ez se volt. Mindig ott van bennem a kis ördög, hogy mondjanak egy példát. Mi lehet az, ami mondjuk árt a Fidesz népszerűségének, amitől tényleg be fog akadni az embereknek, és mondjuk veszítenek a népszerűségükből? Hát jelen pillanatban, hogyha szabad visszautalnom az előző magyarázatomra, nincs ilyen, hanem ezek a dolgok összegződnek, latin kifejezéssel élve kumulálódnak, és akkor, mint amikor a fazékba forra víz, a fedő fenn van, és a fedőt nem húzzák félre, és akkor a fazék egyszer csak úgy felnyomja a fedőt. Na most, ez mikor történik meg, ezt nem lehet megmondani. Ezt senki nem tudja megmondani. A társadalomtudományok előrejelző képessége hagyományosan, borzalmasan gyenge, még a meteorológusoknál is gyengébb, állítólag 5 napra előre lehet nagyjából biztos időjárási előrejelzést produkálni. Tehát vannak ilyenek, hogy az időjós megjósolja, hogy 2017-ben milyen lesz az idő. Nem tudjuk. Tehát ezt be kell látni, ezt a gyengeséget. Botka László decemberben jelentette, hogy vállalna a miniszterelnök jelöltséget. Mit mondjak? Tehát, kedves szerkesztő úr, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi viszonyokat figyelembe véve Orbán Viktor 2008-as miniszterelnökségét körülbelül akkora veszély fenyegeti. 18-as.
2018-as miniszterelnökségét. Körülbelül akkora veszély fenyegeti, mint Botka László 2019-es polgármesterségét. Tehát megvannak fordulva a viszonyok, itt helyben a jobb oldal van szétesve, országosan pedig a bal oldal. Még mielőtt átmennénk a következő évekre, egyet mindenképpen érdemes felnézni. Mindenki nagyon súlyos évnek mondja a 2016-ot a híres emberek halála miatt. Zsigmond Hűlös, Kertész Imre, Esterházy Péter, Kocsis Zoltán. Kettős a kérdésem. Melyik az, ami nekünk legnagyobb veszteség, mondjuk a Magyarországnak, és melyik az, ami önnek legnagyobb veszteség? Ezek a 2016 nagy halottjai közül. Hát minden nagy halott veszteség, sőt, hogyha szabad megzokognom fiatal koromból, a gimnazista korunkban már az igényesebb ságváristáknak, bocsánat, akkor még Szegedi akkor. Tudomány Egyetem gyakorló iskolájának, csak hogy politikailag korrekt legyek, az Emerson Lake & Palmer progresszív rock együttes volt, és az év elején hát két Emerson fejbe lőtte magát, tavasszal pedig Greg Lake hát rákban meghalt. Tehát, de egyébként mindenki, tehát Kocsis Zoltántól kezdve, szóval mindenki egy borzalmasan nagy veszteség, és azért nagy veszteség, mert ezekben a rendkívül komoly, közvéleményformáló, tiszta, becsületes, jószívű, rendkívül tehetséges emberekben valójában saját magunknak a jobbik énjét próbáljuk meglátni. Igen, ezek valóban nagy veszteség az önök generációjának, az Emerson Lake & Palmer, ez egy nagy valami volt. Még mielőtt, bocsánat, kedves szerkesztő úr, még mielőtt judeo-liberális, nyugatimádó, nihilista, sorosista lennék, az Emerson és a Lake megcsapott, de természetesen most csak ők jutottak eszembe, de mindenki borzalmasan sok vesztesége volt ebben az évben. Na most akkor térjünk vissza a jövő évhez, vagyis hát most már a mostani évhez, ahol biztos, hogy lesznek majd veszteségeink. Ugye, hát azért ez elég érdekes év lesz, mert már a választások való felkészülés meg a kampány éve, és egy kicsit visszatérhetünk oda, hogy mondjuk kéne az ellenzéknek programot találni, meg nem polgármester jelöltet, ugye, hanem miniszterelnök jelöltet találni. Hát ebből a szempontból, szóval én nem vagyok politológus, ezt szeretném hangsúlyozni, én szociomókus vagyok, de nekem az az érzésem, hogy a jelenlegi hát demokratikus ellenzék az sokkal szétesettebb állapotban van, mint 4 évvel ezelőtt, és ez semmi jót nem ígér. Úgy gondolja? Igen, tehát itt most már mindenki harcol, mindenki ellen, bellum, omnium, contra, omnes, ahogy a latinok mondták annak idején. Szóval egyszerűen úgy látom, hogy a jelenlegi kormányzó párt már csak egy kávét kér, és ez Brazília kávétermése is kevés lenne. Igen, de ugyanakkor meg ugyancsak a szociomókusok felmérései azt is mutatják, hogy a kormány munkájával egyre elégedetlenebbek az emberek. Ez 13 óta mi az elégedetlenség? Kedves szerkesztő úr, ez a két dolog nem zárja ki egymást. Tehát itt az a helyzet, hogy az elégedetlenség az egy ilyen diffúz a magánszférában, vagy az internetes, facebookos kommentekben megjelenő és manifestálódó elégedetlenség, de hát ameddig választás elvű demokráciában gondolkodunk, az elégtelenség az be kell, hogy csatornázódjon politikai pártokba, nagyon professzionális politikai csapatokba, és én ezt nem látom. Kicsit csatlakoznom kell önzővel, legalábbis valamelyest. A 2016 arról is szólt egy kicsit, hogy a magyar sajtót van megerősödött a kormány oldal. Tehát ilyen-olyan csatornákon keresztül, ez még nem lezárt, mindenki erre az évre is vár még további helyfoglalásokat. Mit gondol a vidéki magyar sajtóról? Kedves szerkesztő úr, nem kicsit, tehát a szerkesztő úr nagyon udvarias volt, nem kicsit, hanem nagyon, tehát pont most jelent meg az ellenzéki sajtóban az a térkép, hogy lényegében a nem felcsúti polgármester érdekkörében tartozó sajtó az már csak
pár megyére, pár megyére szorítkozik. Most ami minket érdekel, a Dél-Magyarország az két megyére, ugye Győr-Sopron, illetve Csongrád megyére, valamint még Észak-Kelet Magyarországon van egy kis enklávé, hogy így a nemzetközi jog terminusaival fogalmazzunk. Én nagyon-nagyon pessimista vagyok ebben a dologban, sőt, én a Dél-Magyarország helyében, mert ha megveszik a lapot, akkor nyilván a Facebookos felületet is, meg az online felületet is megveszik, én villámgyorsan elkezdenék kidolgozni egy, lehet, hogy az újságtól független online média felületet befektetőkkel. Na most miért tartja rossznak azt, hogy a kormány elfoglalja az egész magyar sajtot, mondjuk a budapesti lapok többségét és a vidéki lapoknak az egészét? Azért, mert a médiafogyasztásnak is megvannak a maga szokásai. Tehát ha mondjuk valaki megpróbál önállóan gondolkodni, és félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy a kormány ellenzékével mindenben egyetért. Ez távolról sem azt jelenti, hanem egyszerűen csak annyit, hogy szeret önállóan tájékozódni. És ebben az esetben részben iskolázottsági kérdés is, ezért veszik meg a bulváros cuccokat. Másrészt pedig, hogyha úgy vesszük, akkor anyagi kérdés is, hogy kiengedhet meg magának olyan média előfizetést, amiből sokszínűen tud tájékozódni. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy valamelyik mellett leteszi a voksot, csak hogy szeretné megtudni, hogy mit dobol a kisbíró a másik faluban, ha lehet így fogalmazni. Szegedre jön Orbán Viktor, illetve azt ígérik, hogy most már mindjárt jönni fog. Az egy érdekes látogatás lesz most különösen ebbe a körbe. Vodka László, hogy megkérdezi tőle, hogy a Dél-Magyarországot is megveszik-e? Meg akarják-e venni? Hát én is olvastam erről. Én abban sem volnék biztos, hogy a miniszterelnök úr feltétlenül akar-e találkozni Szeged polgármesterével. Hát minden nagyvárosba elment. Na jó, de Szeged egy deviáns nagyváros, ugyanis nem kormánypárti a polgármester. De ugyanakkor most meg az utóbbi pár hétben jönnek a pénzek Szegedre, ugye, András? Legalábbis nem mennek, igen. Hát a stadionra 9,7 milliárd, 3 milliárd a kézirabda csarnokra, 1,5 milliárd útfelújításra, tehát hogyha most így stratégiát váltott volna a kormány, hogy nem megfojtani kell Szegedet, hanem megvenni. Én ezt szociomokusként másképp látom. Nekem úgy tűnik, hogy zajlik pénzügyi eszközökkel egy párhuzamos Szegednek a kialakítása és finanszírozása. Tehát, hogy igaz, ezeket nem az önkormányzat kapta. Na, pontosan erről van szó. Tehát ugye a közoktatás lényegében ki van véve az önkormányzatból, és hát ezek a beruházások is az egyházhoz tartoznak. Én mondom, hogy tanulmányoznom kell megint a Szentírást, hogy Jézus Urunknak a labdarúgáshoz milyen volt a viszonya, és az old cuisine-hez, tehát a magas szintű étkeztetéshez. Tehát tulajdonképpen itt én látok egy olyan dolgot, hogy központi eszközökkel zajlik egy olyan folyamat, hogy a város hatókörében minél kevesebb dolog legyen, ami fölött a helyben demokratikusan választott vezetés diszponál. A luxus étterem, ez annyit el kell mondani, hogy voltam Püspök úrnál, és feltettem neki ezt a kérdést, azt mondta, hogy nem luxus étterem lesz, hanem egy étterem, ami ott kiszolgálja a rendezvényeket. Ezt mondta nekünk. Ön szerint az, hogyha eljön Orbán, és Botka Lászlóval tárgyalnak, az hozhat valami érdemi változást? Nem tudom. Tehát nem tudom, én azt látom a politikában, és szomorú vagyok, mert egyszerűen a Lajtán túl nem tudom azt elképzelni, hogy büntetve legyen egy város azért, mert nem a központi kormány által kedvelt politikai erőt választja meg. Nem tudom, mondom, én teljesen bizonytalan vagyok abban, hogy egyáltalán ez a két politikus találkozni fog egymással, vagy ha igen, akkor ez hát az is lehet, hogy meglehetősen protokolláris felszínes jellegű lesz. Ugyanakkor Szeged és Vásárhely közötti kapcsolat, ha hihetünk a közbeszédnek, az erősödik. Lázár János egy komoly agglomerációt képzel a két város között, úgymond összenő
összenő, ami nem tartozik össze. Igen, igen, így, ez így a legfontosabb. Természetesen ez néhány százer ember kellene itt a két város között, ami nem terem olyan könnyen, de tény, hogy a Vásárhely és Szeged kapcsolata, mondjuk beszélő viszony, az abszolút pozitívan látható. Hát meg mondjuk néhány száz milliárd forint is kellene hozzá, mert azért egy ilyen... Lázár János benne van, akkor van remény? Hát ki tudja, szóval a Szeged-Vásárhely azért nem Tókió, uh-huh. ahol a nagy Tókió az az agglomeráció, vagy itt 35 millió embert számít, és a nagy Tókiónak a GDP-je az nagyobb, mint mondjuk kanadai és dél-koreai együttvéve. Tehát, de ezt elképzelhetőnek tartja ezt az nem, összenőzést? Nem, egyszer nem tartom elképzelhetőnek politikai, szimbolikus és gazdasági okoknál fogva sem. A trendrényt önmagában elképzelhetőnek tartom, mert a miniszter úr ez meg tudja szerezni a forrásokat. Hát akkor meglátjuk majd, hogy elkezdenek tartjuk, majd hogyha ebbe fejlemények lesznek, akkor megint elhívjuk önt, és akkor számon lehet kérni, hogy bejött vagy nem a jóslat. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Nézőknek megköszönöm a figyelmet, szemközt legközelebb egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt, ki ne hagyják.